Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszöntöm a televízió nézőit, különös tekintetre a 4-es számú választókörzetben lakókra. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye Ön Karcag alpolgármestered, de talán kevesen tudják azt, hogy egy alpolgármesternek mi is a feladata. Ugye talán a polgármester tudják, hogy mit is dolgozik, de egy alpolgármester mivel foglalatoskodik? Hát az alpolgármester elsősorban azzal foglalatoskodik, amely a polgármester, mint főnöke megbízza, a testület megbízásával egyetemlegesen. Én nekem jutott az a kellemes feladat, hogy a városnak a gazdasági pénzügyi kérdéseivel foglalkozzam. Ez azt jelenti, hogy előkészítő munkát végzünk egy csapattal, amely egyrészt a költségvetések előkészítésében, gazdasági társaság működtetésének irányításában, és a különböző városi, bármilyen jellegű pénzügyi gazdasági kérdéseket illető témakörökben. Természetesen ezt majd ki fogjuk fejteni, ugye a második ciklus a polgármesterek Karcagnak. Kezdjük 2010-től. Honnan indult ez a város? 2010-ben ugye nagyon nehéz gazdasági feltételekkel vettük át annak a ciklusnak az irányítását. Hosszú éveken keresztül sikerült rendezni minden olyan problémát, ami a korábbi időszakban fakadóan megjelent, és én azt gondolom, hogy 2014-től már egy kicsit könnyebb helyzetben volt a város ilyen szempontból. Ugye a gazdasági világválság okozta nyomok minden településen, így itt Karcagon is nyomot hagytak. Nagyon nehéz volt abból a helyzetből elindulni? Hát a 2010-es, 11-es, 12-es évben nagyon kemény csapatmunkát kellett végezni a testület tagjainak a segítségével, hogy túl legyünk azon az időszakon, de én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek már bizonyítják, hogy túl lettünk. Mennyiben tudott ebbe segíteni az a közös gondolkodás, hogy Karcagot tehát olyan szinten kell fejleszteni, ahogy most tart? Nagyon meghatározó volt, hiszen benne voltunk egy fürdőfejlesztési beruházásban, amely gyakorlatilag egy kicsit többe került, mint előre tervezett összegek voltak, de sikerült ezt is megoldani, valamint a város többi működését célzó intézményeken, gazdasági társaságokon. Lásd például a hulladékgazdálkodási kérdést, amelyben nagyon komoly változások mentek végbe, és itt nagyon kell gondolkozni a városvezetésének, hogy elébe tudjon menni olyan döntéseknek, amely hosszú távon biztosították mindazt, hogy jól működjön. Tehát elég kemény gazdasági helyzet volt az az időszak. Igen. Ugye ezt országosan is láttuk, de talán ugye a városi gazdálkodásban nem úgy láttak bele az emberek. Hogy tudtak sakkozni akkor ezekkel az összegekkel, amik rendelkezésre álltak, úgy, hogy befektetők mondjuk nem nagyon érkeztek abban az időszakban? Hát, ha így visszaemlékezem, akkor voltak napi problémák, voltak hosszabb távú olyan hatások, amelynek a kivédésére volt lehetőségünk felkészülni. Ennek a kettőnek az ötvözetéből sikerült kihozni azt, hogy egy-egy költségvetést sikereset tudtunk lezárni. Hozzá kell tenni, hogy 2011-ben 33 be nem töltött álláshelyet szüntetett meg az önkormányzat. Ennek a megtakarítása a következő évben mindenképpen jelentkeztek. Túl vagyunk az a időszakon, létszámnövekedés indult el, az elmúlt években tavaly sikerült egy jelentős béremelést végrehajtani a önkormányzati dolgozók körébe. Ez éves szinte egy 130 millió forintos csomagot jelentett. Személyenként átlagban levetítve 11,5%-os bérnövekedést. Ezt korábban nem tudtuk megvalósítani. Ugye a magyar gazdaság, a jó gazdaságpolitikának köszönhetően jól teljesít, egyre jobban teljesít. Ez hogy mutatkozik meg a magyar városokban, akár itt Karcagon? Hát az egyik része mindenképp az állami támogatásoknak a növekedésében van. Hozzá kell tenni, hogy az önkormányzat működésében maradt az óvodák rendszerének működtetése. Itt végül a normatív támogatás fedezni tudja mindazt a szükségletet, amit nekünk ugye meg kell oldani. Az oktatásügyi rész többi része elkerült tőlünk, de a konyháknak a működtetése, költségei azok rajtunk maradtak, és ezt is meg tudjuk oldani. Más egyéb területeken úgy gondolom, hogy bevétel növekedés sikerült elérni úgy, hogy a város lakosságának a terheit a legkisebb mértékben sem növeltük. Nincsenek kivetve semmiféle helyi adó, kommunális más egyéb adó, nem lett bevezetve földadó, holott ugye Karcagnak, mint mezővárosnak gyakorlatilag nagyon sok földterülete van, több mint 1300 hektár például, amelyel a gazdálkodást azért az elmúlt években
bérbeadás mellett sikerült jól megoldani. Ugye említi azt, hogy megpróbálják a lehető legkevesebb terhet a lakosságra kirúni. Ugye van úgynevezett önkormányzati rezsicsökkentésük, és ez mit takar? Hát az önkormányzati rezsicsökkentés az teljes mértékben párhuzamban van, én úgy gondolom, az országban a rezsicsökkentéssel. Azokat a szolgáltatási árakat, díjakat, amit meg kell fizetni egy karcai lakosnak, például egy fürdőszolgáltatásnál, nem emeltük az elmúlt években, sőt, igyekeztünk úgy kialakítani az árakat, hogy ez lehetőleg csökkenő terheket jelentsen a lakosok számára. Nyilván a ideglátogató külföldi vagy pedig más turistáknál ez a csökkenés ilyen mértékben nem tapasztalható. Magyarul kedvezményeket adunk a karcai lakosoknak például. Nem is azt mondja, hogy ez bevétel növekedés eredményez az önkormányzati kasszában. A bevétel növekedés mindenképpen jelentkezik. Hozzá kell tenni, az országos rezsicsökkentés előtt ugye nálunk úgy a víz szolgáltatási ár, vagy pedig a szennyvíz tisztítási szolgáltatási ár az sokkal alacsonyabban volt és maradt is természetesen, mint az országos átlag. És hasonlóan mondhatom azt is, hogy a hulladékgazdálkodásnál is ugyanez jelentkezik. Tehát ezeket mi sikerült lent tartani. Hozzá kell tenni, hogy bevezettünk olyan dolgokat például, mint babaváró programnál ösztönző csomagot, ami azt gondolom, hogy a karcai gyerekek születésekor minden családnak jó leső érzés átvenni, akkor lehetőségünk van azért további olyan biztonsági kérdéseknek a növelésénél, kamerarendszer, kiépítés, amely azt gondolom, hogy egy olyan plusz szolgáltatás, ami a lakosság számára rettentő fontos. Rengeteg pályázatért is felel, ami karcagot nézve elég tetemes darabszámot tesz ki. Hogy áll ez össze ez a munka? Hát gyakorlatilag ugye polgármester úr megbízott ennek a fejlesztési csomagnak az ellenőrzésével, illetve az előkészítési munkákért. Ez gyakorlatilag napi munkavégzés jelent, rendszerességgel napi egy órosszát foglalkozunk jegyzőr vezette csoportnak a munkájával, amikor döntéseket kell előkészíteni, napra készen előkészítjük, úgy gondolom, hogy minden ilyen dolgot határidőre tudunk teljesíteni, ezért vannak nyertes pályázataink, ezért vannak folyamatban lévő pályázataink, amelynek előbb-utóbb az eredménye a város számára meg fog jelenni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy eljött ide. Köszönöm szépen a lehetőséget.